A Novák katyi köztrágyasági elnök Gyulán járt protokollátogatáson, hogy szokás szerint pózoljon és eljátsza a nép egyszerű gyermekét. Hogy az imidzsét növelje, mindjárt odarendelt biodíszletnek 200 kisiskolás gyereket, hogy pár szelfi erejéig mutogathassa a rajongói oldalán. Hogy őt milyen sokan és mennyire szeretik a diákok. Hogy őt bálványozza az oktatási rendszer. Az iskolásokat leszámítva csak pár nerrajongó, rajongó, Helyi kisnyugdíjas volt kíváncsi a moszkovite novákra a helyszínen tartózkodó újságíró pedig megkérdezte az egyik tanárt, hogy önként vannak-e itt a gyerekekkel. Mire a tanár csak annyit válaszolt, maga szerint, úgy, hogy biztos önként mentek oda, kötelező jelleggel. A gyerekek panaszkodtak, mert teljesen átfagytak, amikor is fél órát várakoztak a hidegben, hogy megérkezzen Orbán Jaj, de jó ez a személyi kultusz a katyi körül. Itt az elvtársnő megérkezett, integessünk neki, ha nem, még a végén kirúgnak minket a munkahelyünkről. Sajnos sokan kiszolgáltatva és megfélemlítve élnek ebben a rendszerben. De a Sándor Palota rákos Mátyása imádja eljátszani, hogy ő a hercegnő. Jaj, ezek a gyerekek. Az enyémek sokkal márkásabb ruhákban járnak. Na lövök pár szelfit ezekkel a szerencsétlenekkel. Aztán már itt sem vagyok. Szia, öcsike! Hol fogsz tovább tanulni? Tudod, ha Pestre jössz, csak a könygázra vesznek föl. Szegény kisiskolások azt sem tudták, hogy ki ez a néni, bárgyú az arcán. Na ki! Az, aki pár tolvonással elintézi a jövőtöket. Jaj, nagyon nagy a baj, bekattant a kövérlaci. Ez a partvisbajszú komcsi Lidérc megint visszaélt a hatalmával, lesöpörte a kiskörösi fellépésem ügyét az asztalról. Történt ugyanis, hogy pár hete bejelentkeztem a kiskörösi művelődési házba, terembérlésre, mert szerettem volna oda is elvinni a hangok a fejemben című önálló estemet. És mivel egy közintézmérő beszélünk, ami ráadásul egy demokratikus országban van, gondoltam, ennek semmi akadálya nem lesz. Ehhez képest az intézményvezető, aki mint kiderült, hű pártkatona, narancskárosult Orbáni szóga, teljesítve a parancsot, a politikai paródiáimra hivatkozva, közölte, hogy nem enged föl a színpadra. Az ügyemmel kapcsolatban az egyik ellenzéki képviselő, Ungár Péter, Hát gondolom, még nem látta az anyukájáról a Schmidt Marcsiról készült paródiáimat. Megkérdezte a kultúráért is felelős Csák János minisztert, hogy szerinte segíti-e az előadó művészet szabadságát, ha nem engednek engem a politikai paródiáim miatt fellépni, és hogy a művészet szabadságába belefére a miniszterelnökkel szembeni kritika. Persze Csák János az államtitkára mögé bújt, és közölte, hogy neki az ügyhöz semmi köze, és amúgy sincs véleménye a témában. Hát milyen jó miniszter ez a kackiás bajszú Jancsika is. Nála alkalmasabb embert nem is találhattak volna posztra. Kulturális kérdésekben mégis ki tud releváns választ adni, ha nem a kultúráért felelős miniszter. Igazi gyáva, dilettáns kis Orbán nyalonc ez a Jani gyerek. Az államtitkára pedig arra kérte kövér Laci-t, hogy söpörje le az asztalról a kiskörösi elkaszált fellépésem ügyét. Laci ezt rögtön meg is tette, arra hivatkozva, hogy egyrészt a hatalmánál fogva ezt megteheti, másrészt ez az ügy kormányzati feladatkört nem érint, mert ez a kiskörösi önkormányzatra tartozik. Hát persze, az meg ugye, mint tudjuk, teljesen független a kormánytól. Hát olyan még sosem fordult elő, hogy a kormány beleszólt volna kulturális vagy önkormányzati ügyekbe. Pláne egy fideszes vezetésű városba. Köszönjük, Kövér Laci, bravo! Szép volt! Ilyenek ezek a kisfiúk, MSZNP-s betonkomcsik. Ez a Laci is egy szétkent szardarab, Putyin cipőjének a talpán. Jaj, de most a Lacina komolyabb dolga is van annál, mintsem, hogy a kiskörösi ügyemmel foglalkozzon. Jelenleg a svédekre okádja a bolhás bajszalól a fekália vulkánt. Azt mondta, hogy ő személy szerint nem támogatja a svédek NATO csatlakozását, és szerinte nem kínos, hogy Magyarország utolsóként ratifikálja a NATO bővítést. Ugyanis valakinek utolsónak is kell lennie. Jaj, hát micsoda bölcs gondolatok, Laci! Te kis utolsó! Se baj, mi már megszoktuk, hogy hála nektek, az Unióban szinte mindenben utolsók vagyunk. De legalább a jogállamiság eltiprásában, a brutál maga sáfában, áfában, inflációban, röhelyes fizetésekben és korrupcióban mindig az elsők. Jaj, de nagyon büszke magára ez a pontyarcú zsebmafiózó, kis Rogántóni fiú. Portik Tamás, egykori postása, veri a mellét, hogy másfél millióan küldték vissza a nemzeti inzultációját. Ami nem más, mint a pénzmosás és a népbutítás egy újabb formája. Ez aztán az örömünnep, micsoda nap! Kaszinóné Szentkirályi Szandi, a Fideszes Telesop műsorvezetője, kicsit tovább gondolta ezt a nemzeti inzultágatást. Mindjárt közölte, hogy hurrá, a magyar magyarok 98%-a visszaküldte a konzultációs éveket, és mindenben egyetértenek velünk. A magyarok 98%-a? Ha hát nem is tudtam, hogy már csak másfél millió magyar él az országban. Ezek szerint a maradék, 8 és millió, már elhagyta az országot Orbánék miatt. Takap! Találkozunk az önálló esteimen, ahol nem csak politikai humor, hanem celeparódiók, és mindenféle történetek lesznek. Mondom, hogy hol léphetek fel. Ózdon, Budapesten, Török Szent Miklóson, Pápán, Érden, Egerben, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Debrecenben, Győrben, Tatabányán, Miskolcon, Pécsen, Vácon, Gödöllön, Székesfehérváron, Tapolcán és Szentesen. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu per Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert a Facebookomat már korlátozni kezdték. Sziasztok!